Már az utóbbi mérkőzésen kezdtél először a szezonban, hogy érezted magad a pályán, mennyire élvezted ezt a találkozót? Jól éreztem magam abszolút. Szerencsére hát nem kezdtük annyira jól a mérkőzést, ahogy ez már így mondhatni jellemző ránk, de ennek ellenére tudtunk szerezni ugye pontrugásból viszonylag hamar egy gólt, és onnantól kezdve szerintem futószalagon jöttek a helyzetek, úgyhogy onnantól gyakorlatilag az első fél időben el tudtuk dönteni a mérkőzést, úgyhogy ezáltal felszabadultabban tudtuk játszani végig. Hét mérkőzésen már 30 gólt rúgott a csapat, te hogy érzed, minek köszönhető, hogy ennyire jól működik a támadójáték? Azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban kezdő szállni a támadójátékunk is. Nyilván azért ez idő kellett, amíg át tudjuk venni ezt a fajta elképzelést, de abszolút partnerben a mindenki, és szerintem jól is áll a csapatnak, úgyhogy remélem ugyanígy tudjuk folytatni. Te két fejes góllal járultál hozzá. Mit szólsz ehhez, hogy fejjel sikerült eredményes lenned, nem lábbal, inkább utóbbit várnánk szerintem? Igen. Ez még számomra is meglepő egyébként, mert egyébként nem volt soha korábban igazából fejjel szerzett gólom, de nyilván amíg gólt szerzek, igazából mindegy, hogy milyen testrésszel. Mondjuk most nyilván az is hozzátartozik, hogy ugye eddig minden klubcsapatomban elrúgtam a szögeteket, szabadrugásokat, most itt most más végzi el, de úgy néz ki, hogy számomra ez nem hátrány. Milyen mérkőzésre számítasz a DVTK ellen? Talán ez lesz az első olyan igazán nagy kihívás a csapatunk számára így a szezonban. Igen, mondhatom, hogy eddig igazából csak olyan meccsek voltak, amit papíron ez mindenképpen hozni kell, bár nyilván azért az MB2-ben nekünk gyakorlatilag az összesen így fog kinézni a történet. Nyilván ez a meccs most azért egy jó meccsnek ígérkezik szerintem, a Diózsér is ugye szeretne feljutni. Most ugye az új edzővel ők is más próbálnak játszani, ők is támadó szellemben játszanak, úgyhogy remélem, hogy jó meccset fognak látni a nézők. Nekünk játékban hogy érzed, mire kell figyelni? Nekünk igazából magunkkal kell foglalkozni, még ha idegenben játszunk akkor is. Szerintem, hogyha ezt a támadó futballt ugyanúgy ki tudjuk vinni oda a pályára, akkor meg lesznek a helyzeteink, és hogyha azokat jó százalékba kihasználjuk, akkor szerintem nem lehet probléma.